távalap azon az szombati napon el is készült, és rögtön utána hétfőn megérkeztek a zsalóköveink, és most kedd van, és itt mögöttem látjátok, hogy megérkezett már a tetőszerkezetünk is. Szeglemezes tetőnk lesz, eltávolodok, hogy lássátok, hogy milyen sok anyag, nyilván gombaölőszerrel kezelt, és itt pedig látjátok az elkészült sávalapot, és akkor a zsalukkövek és a vas is megérkezett, itt alul is van egy pár, majd ezt széthordjuk, és akkor 3 nap múlva itt a beton, úgyhogy gyorsan be kell vasalni, és látjátok, vannak benne ugrások, például itt, meg ott, azokat be kell zsalúzni. Így fogadjuk majd a betont pénteken. Na most egy kicsit bújdosnom kell, mert egy picit fúj a szél, és a szélfogós mikrofonom valahogy nem jön össze, na mindegy, ez hosszú történet, szóval a lényeg az, hogy nézzétek, itt most már hát ugye a felét acélgerendáknak be is tettük Ricsivel az alapba, és akkor ezt meg is mutatom nektek, már csak ezen néhány darab maradt, és a sarok erősítéseket kell még persze megcsinálni, és akkor ezután a következő lépés az lesz, hogy ahol lépcső van a sávalapba, azt egy ilyen OSB lappal, amiket már Ricsi levágott, le fogjuk rekeszteni. Na és akkor nézzük meg, hogy hogyan néz ki a sávalakúvunk már részben bevasalva. Na tehát ezek a gerendák, amiket ugye mi kötöttünk, így néznek ki, amikor már a helyükön vannak, és itt már látjátok is, hogy a sarok meg van erősítve. Ez még nem mindenhol van meg, és itt pedig a dupla széles gerendákat látjátok, mert itt csatlakozik a házunk alapja és a teraszunk alapja. Ez a két építmény, ez külön, tehát mind a kettőnek szüksége van saját alapra, így ez szélesebb lesz, és akkor ezeket most raktuk be, mert a hosszúkat Ricsi nem bírta el egyedül. Most jöttem neki segíteni, viszont ezt majd ő szépen levágja méretre. És itt pedig láttok egy ugrást, például egy ilyen lépcsőt, és ide lesz betéve egy OSB lap, és ahogy mondtam, a teteje megadja majd a felső lépcső sávalapjának a tetejét, az alja pedig megadja az alsó lépcső sávalapjának a tetejét, és így a kettő között pont egy zsalukőnyi lesz a méretkülönbség. Most az idő nem volt annyira barátunk, mert sokat esett az eső, úgyhogy egy nappal eltoltuk a sávalapozást, és akkor most jelölő vasakkal beszintezzük az egész terepet. Itt láttuk például egyet, rózsaszínnel jelöltük, ennek a vasnak a teteje pontosan a betonunk szintje lesz ezen a lépcsőfokon, mert ugye aztán meg majd leugrik. Itt pedig látjátok a bevasalt sávalapunkat. Ricsi éppen a felső ugrás már kész van, éppen a következő ugrást jelöli. Ezt a lézert egyébként most béreljük, de olyan sokat használjuk, hogy lehetséges, hogy érdemes lenne vennünk, és legfeljebb aztán majd eladjuk. Meg is érkezett az új szerszámunk, reggel vettük meg, és most állítjuk be, látjátok, még itt ilyen hókupacok is vannak, szépen lefettük a tetőnket, hogy ne állzon, úgyhogy elég csúnya idő volt most, de most már szépen süt a nap, úgyhogy reménykedünk benne, hogy felszárad annyira, hogy holnap jöhessen a beton. Itt van az érzékelője, digitális érzékelőt vettünk hozzá. Tehát, hogy ezzel ugye szinteket lehet mérni, az a lényeg, hogy aki ezt nem ismeri, az a lényeg, hogy azt beállítjuk egy bizonyos magasságra, az a kis forgó lézer, az szétküldi ezt a szintet, szétküldi gyakorlatilag, milyen messze tudja ezt küldeni, nem tudod? 200 méter messzire szétküldi ezt a jelet. És akkor van egy ilyen fogadója, ez pedig ő, amit felteszünk egy lécre. Léc, ez az, ami sose jut eszembe, ez a szó, szóval egy lécre. Tehát egy lécre feltesszük, és akkor és mindenhol meg tudjuk mérni, hogy hol van ez a magasság.
Nagyon szorít az idő, most 10:40 van, szóval kevesebb, mint 3 óra múlva megérkezik a beteg. És akkor itt még 2 ugrást le kell rekeszteni, itt és itt, de akkor egykor jön a beton, elméletileg akkor én is itt leszek, és akkor fogadni tudunk mindent. Ha addig nem kezd el esni, azért mondanak itt lehetséges zápor, de... Sziasztok! De egyelőre még nem esik, és olyan borzasztó hideg sincs, mint tegnap az a 6 fok, most 12 fok van, úgyhogy egészen tűrhetően kellemes. Az izgalom a tetőfogára hágott, Ricsi elszalasztott még murvát rendelni, ezt nem sokára felhozzák, és éppen úgy értem ide, hogy az egyik adag betonunk éppen mostól a telekre. Úgyhogy én mindjárt valahol félreállok, és akkor remélem tudok majd valamit segíteni. Éppen most van egy pici szünet, amíg a pumpát újra töltik, és akkor addig meg tudom nektek mutatni, hogy szerencsére minden a tervek szerint alakult. Itt látjátok, hogy már el van nagyjából egyengetve, és gyönyörűen tartja a zsalu mindenhol magát, és amit reméltünk, az az, hogy itt ezek a lépcsőknél, amit beraktunk, ezek az OSB-k, ez pont 25 centi, ez egy pont egy zsalukőnyi. Tehát a teteje szépen megmutatta a felső lépcsőnek a szintjét, az alja pedig az alsó lépcsőnek a szintjét. Ennek még azért most jó pár óráig, ha a fiúk itt végeztek, akkor elég puha lesz ahhoz, hogy majd a függőleges vasakat, ami összeköti a betont a zsalukővel, be lehessen állítani, csak azt most még azért nem csináljuk meg, mert azt viszonylag körülbelül pontosan ki kell mérni. Az utolsó szakaszhoz értünk, reméljük, hogy jól számoltuk ki, még az utolsó körre 4 köbméter betont kértünk, és akkor erre kell, hogy elég legyen erre a kis részre, de van még bőven, úgyhogy nem aggódjunk. Van itt egy kisebb versenyfutás az idővel, többen segítenek nekünk, hogy időbe be tudjuk ütni a vasat, amíg meg nem kötött betonba, ami majd ugye összeköti a zsalukő fallal. Nehezített a dolgot, ugye nincs áram a telkünkön, és lemerült az aksi a akkumulátoros flexben, de a műhelyben levágták a vasakat a kellő méretre, és akkor most már több mint a fele kész van, még szerintem éppen kész leszünk. Elérkeztünk a sávalapozás végéhez, és ez egyben az videónk végét is jelenti, mert most már a zsalukő falazása következik, és akkor ahogy látjátok, vagy mindjárt megmutatom, sikerült az összes betonvasat is beütnünk, még mielőtt megkötött volna a beton, úgyhogy nagyon sikeres napot zártunk, összesen 24 köbméter beton ment bele egyébként a sávalapunkba. És akkor megmutatom, hogy most hogy állok. Itt látjátok, hogy már vissza is tettük a zsinórpadunkat azért, hogy majd a zsaluköveket gyönyörű, egyenes, meg merőleges, meg párhuzamos sorokba tudjuk felrakni. Itt most úgy néz ki, hogy 2 zsalukő sorral fogunk indítani, és akkor a legalsó szinten pedig 7 zsalukő megy majd egymásra. Ezt holnap el is kezdjük, ma csak annyi a feladatunk egyébként, hogy a szomszédoktól kaptunk egy kis vizet, és ezt majd egy ilyen tartályba itt fogjuk tárolni a telken, addig amíg nem jön meg, hát az még szerintem legalább egy 6 hét. Nem tudom.
Szóval lassú, nagyon lassú ez a közművesítés, és ugye mi egyszerre kezdtük el az építkezés meg a közműveknek a beszerzését, úgyhogy az ideiglenes áram már csak 3 hét, ha minden jól megy. A víz az több, gázunk meg valószínűleg nyáron lesz majd valamikor. Úgyhogy én most el is köszönök tőletek, köszönöm, hogyha megnéztétek, ha tetszett, iratkozzatok fel. Sziasztok!